Magyarország első között mondott nemet a GIN-módosított növények köztermesztésbe vonására, és emellett kitarta a jövőben is. A GMO-mentesség fenntartása a nemzeti érdek, hangsúlyozta Budai Gyula vidékfejlesztési államtitkár. A szaktárca nagy hangsúlyt fektet a GMO-val kapcsolatos szemléletformálásra. Az államtitkár Balkányban a Magosz évzáró ünnepségén azt is elmondta, Luxemburgban az Európai Bíróság helyt adott Magyarország azon keresetének, hogy az Amflóra nevezető génmódosított burgonyát nem lehet sem termesztésben, sem a forgalmazásban értékesíteni az Európai Unióban ez a szabolcs szatmár bereg megyei gazdáknak nagyon jó hír, mert ugye a megye még mindig jelentős burgonya termelő térség, és amennyiben ezt a gémódosított burgonyát engedélyezték volna és elkezdték volna termeszteni, a hagyományos jó minőségű magyar fajták kiszorultak volna. De egyébként, hogy a kérdésre válaszoljak, Magyarország stratégiai ágazatnak tekinti a mezőgazdaságot, és ebből a szempontból akár az élelmiszerbiztonság, akár a jó minőségű vetőmag génmentessége alapvető a magyar agrárium számára. Budai Gyula azt is elmondta, az elmúlt időszak felmérései azt mutatják, hogy az unió polgárainak mintegy 70%-a elutasítja a gmo tartalmazó élelmiszereket. Ezért a kereskedelemben kapható élelmiszereknél jelentős mértékben szorulnak vissza ezek a termékek. Magyarországon 2008 óta a hatósági ellenőrzéseknek köszönhetően folyamatosan csökken a GMO tartalmú élelmiszerek aránya.